Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit a 2022-es Szikra díjátadó ünnepségen. Reméljük, most utoljára vagyunk a négy fal közé bezárva, és legközelebb már egy koncertteremben ülhetünk majd, de most még úgy döntöttünk, hogy ezt a módját választjuk. Hál' Istennek tart még a kegyelmi idő, amikor szervezett keretek között szakemberek irányításával segíthetjük a keresztény könnyűzenészek munkáját. Végeztünk egy kis visszatekintést, és azt látjuk, hogy a legnagyobb fejlődés a veletek való közös munkában ott tapasztalható, hogy mennyire veszitek komolyan, az alkotók mennyire veszik komolyan a saját jelenlétüket a kulturális térben, a kereszténység terében, és ebben a közös, a világgal átfedésben lévő térben, ahol egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy nem lehet akármit az emberek elé tenni, muszáj egyre magasabb minőségben, egyre magasabb színvonalon megszólalni, főleg akkor, hogyha olyan dologról beszélünk, ami a világ legfontosabb dolga, Isten szeretete. Úgyhogy én először is nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy haladni akar, hogy fejlődni akar, hogy igénybe veszi azokat a lehetőségeket, amiket kínálunk, amiket más oldalról igénybe lehet venni. Én most arra szeretnék továbbra is bíztatni mindenkit, hogy akarjatok fejlődni, akarjatok egyre jobbak lenni, vegyétek észre, hol vannak azok a tudások, amikkel ki tudjátok egészíteni a saját magatok munkáját. Igyekszünk mi is továbbra is minden segítséget megadni ehhez. Ahogy nyilván ti is észrevettétek, az idei pályázati kiírásnál kicsit módosítottunk, hiszen a Szikra fókusza elmozdult abba az irányba, hogy a dalok ne annyira az íróasztal fióknak készüljenek el, hanem legyenek megosztva akár a gyülekezeti közösségekkel, akár a koncerttermek közönségével. Úgyhogy ezt szeretném továbbra is a szívetekre helyezni, hogy azzal az előretekintéssel dolgozzatok, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ezek a dalok minél szélesebb körhöz eljutnának. Ahhoz, hogy ezek a céljaink teljesüljenek, az elmúlt években mögöttünk volt Magyarország kormányának a támogatása, amit ezúton is nagyon köszönünk, és szeretném megkérni Rétvári Bence államtitkár urat, hogy mondja elő is a gondolatait a szikrásoknak. Az elmúlt három esztendőben a Szikra akadémistáknak a Szikra Akadémián és a keresztény könyvzenei támogatásokon, hangszerpályázatokon keresztül mintegy 600 millió forintot biztosított a kormányzat, úgyhogy az elmúlt években így a nyugodt munkának, az alkotó munkának a lehetőségei adottak voltak. Az elmúlt években 500 új dal jött létre, és most már eljött az idő, hogy betöltsék igazi szerepüket. Elinduljanak kifelé, a társadalom felé, hogy gyülekezetekben, koncerthelyszíneken minél több dal megjelenhessen. Éppen ezért a Szikra fókusza most a találkozásra irányul, hogy minél több helyszínen az új dalokat minél többen megismerhessék. Az idei Szikra díjazottak pontosan azok, akik élen jártak a koncertszervezésben, élen jártak abban, hogy az evangélium üzenetét a zenén keresztül minél többeknek eljutassák. Örülünk, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol senki semmit nem kockáztat azzal, hogyha akár prózában, akár dalban az evangéliumot közvetíti az emberek felé. Fontos ez, mert nem minden részén a világnak adottság ez, akár távolabbi, akár közelebbi országokat nézünk. Úgyhogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és védjük meg ezt a szabadságot Magyarországon. Korábban nem volt olyan lehetőség stúdiózásra, egyéni fejlődésre, mint amit a Szikra projekt most kínált, ami pedig most indul, hogy koncerteket szervezzünk, hogy minél többekhez eljussunk, ilyen lehetőség sem volt korábban. Éljetek vele, koncertezzetek minél többet, juttassátok el az evangélium és a megváltás üzenetét minél több emberhez. Köszönjük szépen Rétvári Bence államtitkár úr biztatását. Én is szeretnék ehhez csatlakozni, hogy ezt vegyük komolyan, és próbáljunk élni ezzel a lehetőséggel. Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy egy nagyon bonyolult időszak következik most, nem csak a saját életünkben, hanem az egész országunk életében, egész Európa életében, sőt lehet, hogy az egész világ életében. És mi abban az áldott helyzetben vagyunk, hogy nekünk van egy biztos fogódzónk. És hogyha mi minél több emberrel megosztjuk, hogy van az életben egy biztos pont, amire lehet építeni, háborús időkben, nehéz időkben, bizonytalan időkben sok embernek tudunk segíteni lelkileg, szellemileg talpra állni, felüdülni. Úgyhogy végezzük ezt a munkát, és most pedig következzenek a díjátadások. Legjobb dalszöveg. A díjat átadja Lackfi János. Amikor az Isten ügyeivel kapcsolatos dalszövegek születnek, azt gondolnánk, hogy hát egy kicsit így beszűkítjük a tematikát, mert hogy annyi mindenről szólhat, de most csak erről fog szólni a történet. És egy picit ez egy ilyen
téves optika, az én érzésem szerint. Azt mondja József Attila, ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad. Ha a mindenséggel mérjük magunkat, már pedig Isten mindenségnek az alkotója, akkor nem leszűkíteni kell az optikát, hanem kitágítani. És ráadásul, ha a szóról beszélünk, akkor teremtő szóról is beszélünk, vagy teremtő igéről, vagy teremtő logoszról beszélünk. Egyszerűen ránézünk valamire, és azt mondjuk, hogy te légy, és ez a neved, és megalkotunk egy új világot, hogyha egy jó dalszöveget hozunk létre. Tehát nem arról van szó, hogy egy mondjuk Isten tiszteleti alkalomnak az együttlétén egy picit úgy emlékezetünkbe idézzük a hittan leckét egy dalszöveggel, de nyilván lehet ilyen funkciója is, tehát segíthet a dicsőítésben, segíthet az átélésben, de hogyha egy kicsit mélyebben vagy magasabban gondoljuk, akkor tényleg világot teremt a jó dalszöveg, jelentéseket ütköztet, szikráztat össze, és a csillagokig ér, vagy az atomokig ér, ahogy tetszik. Hát ilyen teremtő, alkotó szövegeket kerestünk mi, és most tekintsük meg a legjobb dalszöveg kategória 3 dobogósát. Keresztkérdés. Vége. Nincsen még vég. A fejlemények már nem zavarnak. Nincsen még vég. Hey, itt füle van a falnak. The Side. Sok pénz. Most miért vagy ilyen értetlen? Már legalább egy éve vagyok önzetlen. A számlán elfér, ott van elég hely. Vagy tisztán zsebbede, ne siessd el. Érzem, hogy a prémium. Neon hal, ha kész leszel. Benne van, tükör által homályosan, részletekben veszni el, összeáll majd minden, ha kész leszel. És akkor most az a megtiszteltetés az osztályrészen, hogy bejelenthetem a Szikradíj 2022-es folyamának a legjobb dalszövegét, a Keresztkérdéstől a vége. Szívből gratulálok! Néha padlón vagyok, mint egy elkuburolt pokkor. Elhagyott érték egy metrópótlón talált tárgyak. Sok a jóból ez megárt. A vége főcím, parancsolj megállt. Ne bánd, a folytatásunk jobb lesz. Megírta a producer, hogy kell bele a nonsense, mert olyan erős manapság a morális kódom. Azt hiszem lassan magamtól is elhatárolódom. Megtanultam, hogy rejtsem a félelmemet, vége lesz a világnak. Ezek tényleg jelek, fényes ledek jöttek, nem maradt már képcső. Hogy menjek felfelé, ha ragadnak a lépcsők. Mosolyogva, hétfőt várni régi tükköm. Élesen látni, bármi éri tükröm tiszta szívvel. A hited ne veszítsd el. Ha elég lesz a download, jön a sequel. Legjobb videóklip. A díjat átadja Madarász Isti. Az elmúlt évek Szikra díjkiosztóinak az egyik sikersztoria szerintem a videóklipnek a műfaja, mert évről évre egyre több és egyre jobb minőségű videóklipet kaptunk, és így egyre nehezebb is volt kiválasztani a nyertest. Az a jó, hogy az évek alatt a zenészek, az alkotók rájöttek, hogy nagyon sokan már videó megosztókon hallgatják meg a zenéjüket, hogy kell hozzá a videóklip, és ezek lehetnek nagyon egyszerű, egy állóképes. Ugye kismadárka, meg természetfilm, lehetnek a szöveges, lírik videók, és hát egészen nagy produkciók is, mi értelemszerűen ezeket szeretjük díjazni, de ez nem feltétlenül jelent magas költségvetés, de mindenképpen gondolatot, történetet, képi világot, valamit, amit még a zene és a szöveg mellett el akarnak mondani az alkotók. Úgyhogy nagyon büszke vagyok, hogy ebben az évben is olyan videóklippeket tudtunk jelölni, amik nagyon magas minőséget képviselnek, mindegyik mögött van valami nagyon érdekes, kifejezetten művészi és nagyon esztétikus gondolatsor is. Ráadásul jó látni évről évre azokat az alkotókat, azokat a videókliprendezőket, akik egyre többet dolgoznak, egyre több munkájukat látjuk mi is, látni a fejlődést, úgyhogy mindenkit bátorítunk, hogy készítsetek klippeket, de most a legnagyobb öröm az, hogy megnézhetjük együtt az idei videóklip jelölteket.
Hidden Kingdom. Genezis 5. tétel. Az a Pit. Szövetség. Magidó, van az a pénz. Hiszem valamiben, károlyan, hogy mind részletem, mert sajnos kitöröltem. Fiatal vagyok és kell a pénz, kell, hogy legyen egy slágerem. Úgy, hogy írok most egyet, ami tetszik majd mindenkinek. Marha jó stílusú, baromira eredeti, Petőfi, kompatibilis, szerzem én. Úgyhogy 2022-ben a legjobb videóklipnek járó Szikra díjat az Az a Pit Szövetség című klipje nyeri, a rendező Pető Illés. Legjobb élőben előadott produkció. A díjat átadja Horváth Gáspár. A keresztény kultúra és a Szikra zenei díját adó számára azért kiemelten fontos az élő zenei kategória, mert az élő zene közösséget teremt. Egy jó koncert során, az együtt éneklés során közösségbe kerülhetünk egymással, közelebb kerülhetünk Istenhez, és akár jobban megismerhetjük önmagunkat is. A zenében rejlő feszültségek és oldások, a diszharmónia és harmónia akár az egész életünket és a legtöbb érzésünket le tudja írni. Az Istennel való kapcsolatunkat, az egymással való kapcsolatunkat és az önmagunkkal való közösségünket is ezek a feszültségek és oldások képesek meghatározni. Sajnos az elmúlt évek során megtapasztalhattuk azt, hogy milyen ezeknek a közösségeknek a hiánya, és hogy mennyire tudunk szomjazni az élő zene által megteremtett és fenntartott egységre és közösségre egymással. Azonban úgy látszik, hogy hála Istennek ez már múlóban van, és újra együtt zenélhetünk. Az Istenről szóló zenei nyelv és az Istenhez szóló zenei nyelv azonban nem feltétlenül a profiknak kiváltsága. Ugyanakkor nagyon örültem annak, és örült az egész Szikra zsűrije annak, hogy ebben a kategóriában kimagasló zenészek jelentkezése is befutott hozzánk, akik nem csak az egyházi, hanem a világi szempontból is kimagasló művészek, és akár nemzetközi szinten is elismert alkotók és előadók. Tekintsük meg akkor most ennek a kategóriának a jelöltjeit. Bojki Tamás, Left Behind. Chris, The Journey Home. Thank you.
nálad. Dicséretem, Uram, hiszen tőled ered minden, nálad született az életem. Így hát nincs, mi riaszt engem, átsegítesz a szükségen, nem béníthat meg a félelem a te kezed oldalon. A legjobb élőben előadott produkció Szikradíját 2022-ben kapja Kriz, azaz Csapó Krisztián, a The Journey Home című felvétel. Gratulálunk a győztesnek! Produkció. A díjat átadja Bojki György. A legjobb zenei díjjal a minőségi alkotást szeretnénk előtérbe helyezni. Persze ennek sok aspektusa van. Amire mi itt a legjobban figyelünk, az az, hogy zenei szempontból, zenei szakmai szempontból hogyan van összerakva, összefűzve az a sok elem, amiből összeáll végül is egy track. Itt beszélhetünk akár magáról, a dallamvezetésről, akár az akkordvilágról, de ugyanúgy beszélünk a hangszerelésről. És itt ebben az esetben, amikor ezt a díjat odaítéltük, akkor végül is a zsűriben egyetértés volt, hogy aki a díjat kapja, az nagyon merészen, nagyon bátran nyúlt hozzá a hangszereléshez, nem azért, mert csillog-villog és ezer szólam van, hanem pont azért, mert nem sok elemmel dolgozott, de nagyon bátran dolgozott. Úgyhogy most nézzük meg a kategória jelöltjeit. Csonka Miki, Fatima, Kitti, Bubi, Finuccsik. Életem értelme. Az, hogy te vagy az életemnek értelme. Minden dicsőség csak nekem jár, Úrnak király. Megszabadítottál a bűneimtől, nincs többé. Tudományosan The Shine. Mi fedeztük fel Amerikát. Tudomány, de szente mindenható. Teremts kocka földet, hol a szívem kikutatható. Az a beat. Szövetség. A legjobb zenei produkció 2022-es Szikradíját kapja The Sign, mi fedeztük fel Amerikát. Gratulálok! Csináltunk egy halomváros, szabadon élő már civilizált. Mi fedeztük fel Amerikát, és mi csináltunk egy halom gyógyszert, hova menjek, hogyha nem ott. Legjobb dicsőítő dal. A díjat átadja Keleti Gábor.
Amikor indult a Szikra díj, akkor ez volt az a kategória, amiről azt gondoltuk, hogy az egyik legnehezebb. Mert nagyon nehéz összehasonlítani olyan dalokat, amik alapból szívből jönnek, egy megvallás Isten felé, egy hit megvallás, és ezért kihirdetni azt, hogy melyik ebből a legjobb, és melyik a kevésbé jó, ezt kevés zsűri vállalná fel. Emellett azért van egy olyan objektív tényező is, hogy egy ilyen dalnak, amellett, hogy egy személyes megvallás, nyilvánvalóan a saját közösségének kell egy olyan üzenetet hordoznia, amit a saját közösség is énekel, a saját közösség is magának tud érezni. És ezekben a dolgokban próbáltunk úgy sakkozni, hogy létrejön az a három jelölt, akik közül aztán kiválasztjuk azt, amelyik most a legjobban megérinti a zsűrit. Nézzük is meg a három jelöltet. Én köszönöm, Bonyák József, az én imám, hogy tart még a kegyelem, hogy az életem a kezedbe tehetem. Én szükségem van rád, de dicső nagy király, kérlek hallgass meg az én imád. Szabó Balázs, Ámulatba ejt. Szerelmet erősebb mindennél a világon. Értem, legyőzted a sír, megmentettél. Soha nem hagysz el, ami éneket kísér. Mabim Dics, előbb szerettél. Értünk és itt vagyunk ma már. Lázadó szívünk most újra rád talál. Végre látja már dicsőséget. ...2022-ben az a dal, amelyik a legközelebb állt a zsűri szívéhez. Mabim, előbb szerettél. Drága volt az ház, mit fizettél, értünk, és itt vagyunk ma már. Lázadó szívünk most újra rád talál. Végre látja már dicsőséget. Mi egykor annyit ért, legdrágább kincsünk is szemét lett az ég. Téged megnyerünk az élet Istenét, az élet az, hogy ismerünk téged. Szeretünk, mert előbb szerettél, leteszünk most mindent, te mindent letettél, hogy veled legyünk, hogy láthass a szemünk. Gyönyört, mit készítettél, egy új jövőt készítettél. Legjobb dal! A díjat átadja Horváth Gergely. Amikor Keleti Gábor barátunk, testvérünk, zsűritársunk, a Szikra díj megálmodója annak idején a legjobb dal kategóriájáról mesélt, akkor valahogy úgy fogalmazott, hogy ez legyen az a kategória, amelyben olyan dalok szerepelnek, amelyeket akár az országos rádiók is játszhatnak. Gábor akkori víziója, ma már a Szikra zsűri kiemelt szempontja, abban a kategóriában, amelynek 2022-es jelöltjei a következők. Farkas Zsombor, hozzám hasonló. Talán nincs is rá szó, de én megkérdezném, van-e a földön valaki hozzám hasonló. Andelic Jonatán Jota, majd nekem arcom, elhiszem még. Ha mindenhol hátakat látok, ki érti a szót, hallja a hangot. Szerelmet, Gréta, Istenem,
igazi kincs. Felülmúlja álmaim, a legmerészebb vágyaim, szerelmet annyit én nem adnám semmiért, nincsenek rá szavaim, csak azt tudom, igazi kincs. Kedves barátaink! A Szikra zsűriben is sokat beszélünk arról a feszítő dilemmáról, amelyet hívő dalszerzők és előadók élnek meg. A kérdés röviden valahogy így fogalmazható meg. Vajon keresztény szerzők közreadhatnak-e olyan dalt, amelynek szövegében nem mondjuk ki Jézus Krisztus nevét, vagy nem utalunk egyértelműen a világot teremtő Istenre? Mi a zsűriben úgy foglaltunk állást, hogy egyformán örülünk minden olyan dalnak, amely őszinte és igaz tanúságtétel a hívő szív állapotáról, legyen az vívódás, hála, vagy az élet bármely hétköznapi aspektusa. Azt tekintjük szem előtt, hogy minden ilyen dal a maga útja szerint élni segíthet másokat. Éppen ezért, hogy kifejezzük elismerésünket és bátorításunkat szerzőink és előadóink irányába, a legjobb dal kategóriában mindkét kifejezésmódot támogatjuk, és mindkét utat járó művészeinknek örülünk, amennyiben mindezt magas szakmai minőségben és igénnyel teszik. Éppen ezért a Szikra zsűri 2022-ben két első díjat ad ki. Eképpen tehát a 2022-es legjobb dal kategória győztese Fridvalszi Gréta Igazi kincs című dalával, valamint Andelic Jonatán Elhiszem még című felvételével. Örömünk így teljes, gratulálunk a győzteseknek! Adja Bojki György. A közönségdíjban az a szép, hogy a szakemberek nem szólnak bele, nem magyaráznak se jobbra, se balra. A közönség szavaz, ami neki tetszik, az díjat nyer. Ebből a szempontból most azt kell mondanom, hogy a közönség ízlése nagyon közel áll az én ízlésemhez, mert egy olyan dal kapja a közönségdíjat, amelyeket én nagyon szerettem, sőt az egész zsűri is nagyon szerette, és nagyon szerettük volna, hogy valamilyen díjat kapjon ez a dal. Egy olyan előadóról beszélünk, akit mi még nem nagyon ismerünk, nem nagyon volt a szemünk előtt, de remélem, hogy nagyon sokáig még lehetőségünk lesz hallani a dalait. A 2022-es évben a Szikra közönségdíjat kapja Farkas Zsombor, Hozzám hasonló. Gratulálok! Tiszta szívből mondom, van-e a földön valaki hozzám hasonló? A díjat átadja Horváth Gergely. A Szikra díj gondozói számára különös jelentőséggel bír az életműdíj, mert számunkra két alapvető üzenetet hordoz. Az egyik,
a keresztény könnyűzenének van múltja. És vannak példaképeink. Ez a másik. Olyan inspiráló alkotóink, akikre felnézhetünk, akiknek útját követhetjük. 2022-es díjazottunk frissen készült el az alapötletéből készült misztériumjáték, mások szerint opera felvételeivel, amelynek általa komponált muzsikájában egy nagyon izgalmas és kifejező, olykor torkorragadó, máskor katartikus zenei eklektika jelenik meg. Reméljük, hogy a tudás fája élő előadásként is elgondolkodtat majd azon, milyen utat választ és választott az emberiség, és azon belül az ember. Ám a világ, és őszintén szólva mi is, elsősorban elképesztő zenei tehetségéről, műfajteremtő zeneszerzői tevékenységéről, világsztárok által is csodált virtuózitásáról és improvizációiról ismerjük. Nem mellékesen a nemzetművésze. A 2022-es Szikra díj életműdíjasa Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth díjas zongoraművész, zeneszerző. Isten éltesse sokáig! Ez volt 2022-ben a Szikra díjátadó gála, ünnepség. Nagyon gratulálok a nyerteseknek, nagyon gratulálok azoknak, akik bekerültek a kategóriák legjobb háromja közé, és nagyon gratulálok azoknak is, akik beküldtek dalokat, és azoknak is, akik talán nem is küldtek most be dalokat, de alkottatok. Szeretnék mindenkit bíztatni továbbra is, hogy alkossatok, és úgy alkossatok, hogy legyen a szemetek előtt, hogy ezt az emberek elé tudjátok tárni. Most itt jó pár produkció van, akik támogatást nyertek koncertre, ahogy azt előre is hirdettük, hogy az idén koncert támogatást fogunk osztani, de azt is szeretném elmondani nektek, hogy még sok olyan produkciót meg fogunk keresni, akikkel szoros kapcsolatban rendszeresen együttműködünk így a Szikra projekt keretében. Szeretnénk több mint 40 produkciót támogatni, hogy ebben az évben koncerteket tudjatok rendezni, koncerteket tudjatok tartani, hogy az emberek elé tudjon kerülni mindez az érték, ami a dalaitokon keresztül megszületett. Isten áldjon mindannyiunkat, találkozunk jövőre. Sziasztok!